mert én nem tudok retkes fő menni erre a retkes játékra. Vigyázz, felrobbant a creeper, te barom! Ott se vagyok. Zserbusz. Zsernyák. Mit csinálsz? Nálam hagytad a te a gyémánt cipődet. Igen, nálam hagytad a gyémánt cipődet. És még kell eldobni, mi te macskas? Hát, mert nekem az nem kell, nekem van nether item. Na. Igen, jól van. Igen. Jól van, és ez hogyha az esetleg azt mondom, hogy megütöm a gyémánt cipőd. Máté, elázik a termés, fölmegyek, leállítom a felhőket. Ne! Ne menj fel! Az igen! Wow, ez az, sikerült! Az igen, ügyes vagy, gratulálok! Na, jók az erőim, mi? Hú, most meglepődtem azért, hogy milyen tudásod van. Igen, hát... Tudod, mit kéne csinálnod? Gyere, mutatom, hogy mit kéne csinálnod, nézd! Menj oda be! Igen. Na, maradj itt, jó? Itt a Herald atyával jól lesztek. Na, srácok, ez itt a Minecraft sorozat. 6 van. 3. része. Na, srácok, most Krisztián a szuper erejével elálltotta az esőt, és nem áznak el a termések. Most elmondom, hogy mit is fogunk csinálni ebben az epizódban. Krisztián, most mondd el, egyszer már elmondtad, csak rossz részben. Most rossz részben mondtak. Ebben lévő epizódban nem más fogunk csinálni, mint... Hullámvasod a Davidünk! Juhuuu! Hullámvasod a Davidünk, srácok! Na, szóval ebben a részben bizonyám, hogy hullámvasodat fogunk építeni, viszont én... Nekem eszembe jutott valami, Krisz, nézd. Ugye megcsináltuk ezeket a hidakat, viszont... így rá tudnak jönni a hídra a mobok, úgyhogy én lehet, hogy módosítom ezt a dolgot, és nem itt lesz a bejárat, hanem itt. Nézd? Jó van. Csak az a gond, hogy akkor itt a pók be tud jönni, mondjuk ott is be tud jönni, szóval teljesen mindegy. Igazából bárhol be tud jönni a pók, mert az... De a pók az nem is olyan veszélyes, nem? Creeper ne jöjjön be, meg ilyenek. Na igen, és akkor ott Creeper is megcsinálom. Krisztián, hozzál nekem ilyet. Stonebricket. Jó, de először izét hozzá te nekem, ne te, basszus, mert megint laggolás van. Áj, a béna, Krisztián, itt laggol, ezt nem hiszem át. Semmit, most már feljöttem. Na miért meg a bénát, nem működik az internet. Hát, szóval béna vagy, ez azt jelenti. Nem működik az internet, egyenlő béna vagy. Én nem vagyok béna, és nekem működik is, szóval miért jelent ez az, hogy te béna vagy? Menjél már ki, te nyomoréjaik! Megint nem tudok interaktolni a pályával. De miért vagy ilyen béna? De nem vagyok béna, nem vagy a retkes ned, igen, basszus. Akkor etesd meg a cicádat. Te vagy biztos béna. Az a probléma. A játék nem akarja, szar hogy izé. Szar a szervered. Te vagy a szar. Wow. Hey, de csak kuket kodom van. Azt megeszik? De ne! Ne, most felállítottad őt! Puffert is megeszel? Ne! Hé, nyitva hagyd a kaput! Nyitva hagytad a kaput, te barom! És most bejönnek a izék. Hogy jött be a zombi? Belagolt. Belagolt a pályára. Nem lehet, hogy itt be tud... Ja! Hát hülye vagyok, itt be tud jönni. Itt. Ha itt beugrik. Húj! Ez bizony beugrik. Probléma. Várját, teszteljük le! Akkor kell oda be is egy kaput. Aha. Ez nem jó, ez probléma, srácok. Ez probléma, ezt meg kell oldani. Az is lehet, hogy csinálok. Nézd így. A végig. Nézd így. A helyére is. És akkor kész. Az is jó. Ja, de folyamatosan laggolók. Laggolók. Megtámadnak! Mi a szar? Hát állandóan alszunk. Akkor miért támadnak állandóan? Nem is értem. Nem tudok lőni. Várjál, leveldözök. És én veszem. Ja! Ja! Nyugalom, Krisz! Ja! Megmentettem a macskos írhádat. Na, menjünk, aludjunk egyet! Jó! Szóval, srácok, ebben a részben megpróbálunk megépíteni egy hullámvasutat, ami remélhetőleg nem lesz laggos, mint a Krisztián. Veszek ki egy kis rakétát, amit láthatjátok, csináltam egy csomó rakétát, úgyhogy most elég sok rakétám van.
Oké, na és azt terveztem, olyan hullámvasutat fogunk építeni, ami tényleg úgy néz ki, mint egy hullámvasút, legalábbis megpróbáljuk a leges legjobban lemásolni, és ez pedig scaffoldinggal lesz elérhető, úgyhogy szerintem még lehet, hogy kéne is gyártani egy-két scaffoldingot. Recseg a széken most valamiért. Most már nagyon igen, be kell újítani dolgokat, Krisz. Hát údagat vagy te az a székhez szerintem. Igen, tartod, mi vagy? Mindjárt egy halott. Az lesz el. Nem tudom, hogy mennyi scaffoldingra lesz szükségünk, de hát azért még csinálok azért egyet. Majdnem megölt ez a hülye játék. Miért? Majdnem megölt az őrületes játék. Nem akart repülni a szárnyam, és lezuhantam tök magasról. Wow. Ezt nem mondott komolyan, hogy a Tompa Jones még mindig itt van, és nem helyeztük el. Tompa Jones az még ott ül benne a lukban. Már ezer éve. Szegény Tompa Jones, meg is feledkeztünk róla. Hát tényleg már úgy elvont a figyelmet a Zizé, hogy hívják őket? Lapátos Harold, a Leples Levente, meg az Ármoros Mámoros, hogy a Tompa Jonesról meg is feledkeztünk. Most ezt már kell egy ilyen nagy központot csinálni, ahol őket berakjuk, vagy valami ilyesmit. Megnézem, hogy kell ilyen Powered Rail-t csinálni, hát Goldingot, Stick, meg Redstone. Hát az még talán elmegy. Máté, mit találtam? Mit? Ezt nem fogod elinni. Gyere le a fa tövéhez, a házunk tövéhez. Jó, csak csinálok Powered Rail-eket, mert kell. Osztarat, ebből ilyen sok lesz, hát akkor ez már biztos elég lesz. Oké, na és lemegyünk gyorsan a Chrishez. Megnézem, hogy mit akar, és utána kezdjük az építkezést, és kell majd egy minecart nekünk. Jó, hát elvileg minden megvan, de hogyha esetleg nincs, akkor majd feljövök. Ide most már kell egy leszálló hely, vagy valami, mert ez így Csillan. Nincs. Majdnem leestem, és meghaltam. Na, hova menjek? Gyere le ide a ház tövébe. De akkor miért nem azt mondod? Miért azt mondod, hogy a kertbe menjél? Nem mondtam, hogy a kertbe menjél. Azt mondtam, hogy a fa tövébe, a házunk tövébe. Ezt mondtam. Itt vagy? Na, itt vagy. Gyere, figyeld. Nézd. Na. Nézd. Így. Igen. És oda út felé kell elindulni, és aztán meg a torony felé, ami itt van. Na, figyeld. Gyere utána. Megyek. Én leérkeztem azonnal az izére, a fődre. Jaj, ne bénázz már. Hát de bakker. Ne bénázz már. Várjál, megyek. Úgyis menj. Ne is menj ott el, a két izé között kell menni. És le tudsz menni teljesen az izéig. Meddig? Hát bárhol, amerre akarsz. Hát ide a kápolna, azt teljesen be tudsz menni, a két lovar. Hát én ide jöttem a Szent Tamásékhoz. Sőt, be is tudok repülni szerintem a Szent Tamásékhoz. Ja. Várj, megpróbálom. Várj, én lerepülök a Szent Tamásékhoz, és berepülök hozzájuk. Juhuuu! Gyerünk, Szent Tamás! Bevertem a homlokom, na gyere! Gyerünk, repülj be! Ez jó volt, király volt. Milyen jó, hogy így be lehet repülni, nem is? Ja. Nézd, na, Krisz, kéne egy dolgot tudni. Hol legyen a hullámvasút, mert hát ugye az fontos tényező, egy hullámvasút építésében. Az én szavazatom, az ahol a lovak vannak ott. A belső részében. Így itt legyen benn, teljesen a kerítést melle, és aha. Gondolj bele, hogy Míg megyünk, egyikünk lóversenyzik, a másikunk az mehet, és hullámvasutazhat. És nézheti a lóverseny és a hullámvasutast, és a hullámvasutast meg a lóversenyest. Jó, hát felőlem lehet. Hogy ugrottam én el? Hát lehet ugrani a kerítésen. Tényleg. Hát ja, de nehéz. Nem nehéz. Mit csinál? Mit csinálsz? Igen, hogy... Már megint laggolsz, te béna. Hogy kell? Így, hogy ide állsz teljesen a közvetlen a kerítéshez, és megnyomod egymástán kétszer. Na mindegy, adjuk. Kell fa. Most jött eszembe, hogy kell fa. Gyere, hol vagy? Ne laggoljál már, te béna. De nem akarok laggolni, de gyere. Nem tehetek róla. Jó, igen, van itt fám, oké. Na akkor veszek ki, és akkor átcsinálom sima loggá. Oké, vagy plenké. Jó, na akkor megyek, és akkor elkezdem építeni. Krisztián, te meg valahogy oldjad már meg a laggolásod, te béna. Jó, hát nem tudom, csak ha újra nyitjuk a modemet.
Ezt így felrepülsz a levegőbe. Áj, nem tudom, csak ha újra... Srácok, írjátok le a kommentben. Írjátok le a kommentben. De béna ez a Krisztián, hogy laggolászik. Tök vicces, haha, de vicces. Mi a szar? Miért támadott ez meg? Á, segíts! Júj, majdnem megütöttem a Jimmy Jacket. Jó, itt a lovaknál nem nagyon ő szeretek ütögetni, mert rizelni fog. Vigyázz! De miért fut ez ilyen gyorsan? Hol vagy, macsa? Szép! Ez az! Na, Krisztián, kell csinálnom oszlopokat, és hogy azt kéne megcsinálni, hogy hol legyenek az oszlopok. Úgy kéne, hogy csak az a baj, hát hogy félek, hogy a lovak kimásznak. Szerintem nézd, itt, ahol van ez az egyes menet. Az ló, az föl tud mászni a scaffoldingon? Várjál, úgy csinálom, hogy mert ugye így lesz, és rá tud mászni vajon? Erre. Hát gondolom, mert így föl lehet rá ugrani, szóval... Hát jó, akkor öld meg a lovakat, te barom. És azt kéne még elintézni, hogy milyen, milyen magas legyen. Olyan 12 blokk magas legyen a legmagasabb pontja legalább. Igen? Te mit zabálsz? Én? Te zabagé. Itt a jó reggel, tehát. Miért reggel van? Nem. Akkor miért eszel Belvita jó reggel, tehát te örült barom. Oké, na, és akkor megvannak az oszlopok, azt hiszem. Nincs... Te mit csinálsz? Na jó, akkor aludjunk te. Alszok, te. De akkor miért nem szólsz? Na, és ugye kéne olyan, hogy alacsonyabb rész, meg kell olyan, hogy magas rész, hogy utána így le tudjunk így menni. Hát nyilván. Hát mi, hogy néz ki egy hullámas út, szerinted ugyanolyan magas az egész? Hogy aha. És mivel scaffoldinggal építjük, ezért könnyű is lesz, mert csak így fölmegyek, és kész. Na, akkor mondjuk ilyen random magasságúakra megcsinálom ezeket. Így, jó is lesz. Igen, ez legyen ilyen extra magas. Igen, ez így nagyon jó lesz, ez már jó néz ki, igen. Igen, és itt jöjjön le ilyen nagyon meredeken, nem? Úgy jöjjön vissza, hogy fölmegy. Ugyanúgy jön vissza, hogy fölmegy. Sokkal meredekebben menjen föl. És úgy is jöjjön vissza, hogy fölmegy. Mi van? Aj, ez így nehéz lesz, hogyha hát Krisztián folyamatosan bedumál, és bénaságokat mond. Ugyanabban a szokat szokott visszajönni, mint ahogy fölmegy, te barom. Hol? Te mikor láttál te ilyet? Ezt egy kicsit nehéz lesz megépíteni, srácok, de azért megpróbáljuk. Ja, amúgy azt kéne megnézni, hogy erre egyáltalán lehet rakni ilyen sínt. Lehet. Akkor majd a végén rárakom a sínt, most azzal nem foglalkozok. Máté, átugrom a várárkot a Jimmy Jack-kel. Nézd, megnézed? Wow, nagyon ügyes vagy. Hú, várjál, ez itt nehéz lesz. Ez így már most izgalmas, srácok. Várjál, ezt most nagyon elrontottam itt. És most egy kicsit arra elmegy így, és akkor itt kell elindulni a lefele, ilyen full teljesen meredeken. Amúgy egyébként kérdezhetitek, srácok, hogy miért ebből építjük? Hát azért építjük ebből, mert ez hasonlít a legjobban talán a valódi hullámvasúthoz. De jól néz ki! Nem tudok megállni. Krisz, hát ez tök jól néz ki, mit magyarázol? Ez nagyon ilyen tök jó, ilyen hullámvasutasan néz ki. Nem tudok mozogni, totál belaggódtam teljesen. Hol van? Szar a szervered, nekem tökéletes a netet. Bejöttem a kertbe. Fölfele hogy fog menni, azt kéne megcsinálni, vagy megnéznem, mert az ám a nehezebb, talán. Oké, de amúgy lehet nem inkább jó. Redstone blokkal kéne, nem és nem fával. Mert ugye redstone blokk az így is úgy kell. Tök jól néz ki, nem magyaráz! Hogy nézed? Mi néz ezen ki jól? Tök jól néz ki, srácok, ne hallgassatok rá. Na. Te tudod, hogy kell ívet csinálni? Milyen ívről körül beszélsz? Itt nincs ív. Ez nem ívről szól, ez a hullámvasút. Az a baj, hogyha most ezt kiütöm, akkor széthullik az egész. Szóval ezt már nagyon elcsesztem. Ja, szóval olyan hullámvasutat csinálsz nekünk, hogyha megütöd valaki véletlenül, akkor szétesik az egész hullámvasút. Gratulálok. Ez megőrült. És most szétesett. Most ez miattad volt. Azt mondod, a spongját vigyük le a netherbe, nem? És ott rakjuk le. Hát, ja, azt szokták, hogy leviszik a netherbe. Akkor leviszem a netherbe. Jó. Na igen, és azonnal akkor ezekre kiszára. Már rá is rakom a powered rail-t. Ja, csak a powered rail ez nem tud kanyarodni. Most jut eszembe. Ez probléma lesz. Ez
probléma lesz, kis barátaim. Na mindegy, építem akkor erre tovább, itt mondjuk menjen le. Szereztem. Sima szivacsot. Szerezte sima szivacsot, hagy. A Netherbe azonnal kiszárad. Leteszed és azonnal kiszárad. Tudom. Aludjunk gyorsan, hogy meghalljanak a mobok, és kipróbáljuk a szivacsot. Na. De mit akarsz kipróbálni a szivacson? Mit akarsz kipróbálni a szivacson, barátocskám? Azt akarom kipróbálni a szivacson, hogy működik. Aha. Na, nézzük. De akkor nem állj, ne itt. A mocskos csontáz leiktatta magát a tóba. Akkor ne itt próbáljuk ki. Mert itt tönkre fogod tenni. Jó, most már mindegy, na akkor próbáld itt ki. Au, akkor próbáld itt ki most már. Jó, na. Mert? Azt a rohadt! Igen, és akkor ez lesz a wet sponge, azt hiszem. Igen. És ezt lerakod, akkor ez már nem működik. Ez mi a szar? És így kiszedtem az összes vizet? Ja. És csak leviszem a netherbe, és akkor izé. Ja, várjál, odaadom, mert... Na, ne nálam legyen. Ja. És nálad mennyi van? Nálad van vagy 10 darab, mi? Hát, milyen 10 vagy 30 inkább. Azt a rohadt, hát igen, ezek jók. Működik a várárok, srácok, látjátok? Hú, és kiszedni nem lett belőle. Helyjá! Rohadjál! Rohadjál, hát, nem működik. Így mondjuk nem működik, ha én lököm odafelőt. Ez milyen durva volt már ez a sponge. Ezt elsejszem. Hát elég laggalós. Hú, már kezdő alakot ölteni ez az egész. Úgy is ez néz ki. Ez borzasztóan szar. Jaha, te vagy a borzasztóan szar. Mit cseszted le az émet? Na ott mondjuk nem kéne lemenjen, az igaz. Ott nem kéne lemenjen. De amúgy a powered rail az nem tud kanyarodni, úgyhogy nem tudom, hogy itt ezt hogy fogom tudni megoldani itt. Na mindegy, így talán jó lesz. Miért kell ebbe a hülye scaffoldingot csinálni? Mert ebb úgy néz ki, mert úgy néz ki, mint a hullámvasút. Nem olyan. Kéne scaffoldingot csinálni, de csak a lábait kéne abból csinálni, a blokk, a tetejét csináltad blokkokból. Menj már fel, nem láttál még hullámvasutat? Menj már fel az internetre, azt nézd már meg, hogy néz ki egy hullámvasút. Nincs itt nem telefon, te barom. Jó, és én alkotom meg ezt a hullámvasutat, olyanra csinálom, amilyenre akarom, barom. Nem igaz, srácok? Szerintem, de úgyhogy ne dumálj! Na. Hallod, hogy ne dumálj? Nem. Nem, egyáltalán nem. Nem, egyáltalán nem. Nem hallom, hogy ne dumáljak. Aj, Krisztián, old már meg ezt a frostos langot, mert mindjárt ketté töröm a fejedet. Na. Még kidobott? Igen. Engem? Igen. Te még bemegy itt a játékba. Krisztián, kéne még redstone-ba. Jó, már megint nem tudok semmit csinálni. De nem tudok semmit csinálni. Ez tek és nem megy fel a csirkecombol. Istenem. Ez így még hülyébben néz ki, Krisz. Mert nem éveket raksz bele, te barom. Azt ugyanezt akartad csinálni a lóversenypályával is, hogy ilyen egyenes. Na, nem bír beszélni a Krisztián, pontosan tökéletes, jó van, akkor nincs is igaza. Aki nem tud beszélni, annak nincs igaza, igaz? Jó. Oké, na akkor hozok még fát, meg hozok még redstone blók. Ott. Jobb is, hogy kidob te, béna, nem is kell lesz ide, te. Azt, de miről beszélsz? Tök jól néz ki. Tök jól néz ki ez a izé, szerintem. Hú, nem sokára kész van, srácok! Nem sokára kész van, és akkor kipróbálhatjuk a hullámvasutat! Mindig laggolok ezt szemszemmel, de legalább már tudok játszani. Jó. De most komolyan így laggolsz. De miért laggolsz? Mi a laggó oka? Mert valamiért szaranet, mondom, újra kell indítani a modemet. Jaj, már a kifogások. Már megint akkor hátul. Megint nem tudok megállni. Hello, Máté. Hello. Mi van? Hallasz? Igen. Építkezel? Igen, építkezek. Hát akkor ez egyedül, most akkor ez egyedül lesz neked ez a rész. Mert én nem tudok retkes fölmenni erre a retkes játékra. Vigyázz, felrobbant a creepert, barom! Ott se vagyok. Mi a szar? Nem bírok mozogni! Gyere be ide! És miért ugrok akkor át, mint egy nyúl? De most barom állat! De bejöttem! De nem bejöttem jöttél az be. Előbb! De bejöttem, direkt bejöttem, és mondtam is, hogy remélem most tényleg itt benn vagyok. Kirobbantott a kerítést a creepert!
Hát de ezt most nem kell. Mondod. Oké, okay? Na oda kell még egy ilyen meredeket építenem, meg oda, és akkor már igazából kész is van. Jó kis íves lesz amúgy szerintem. Köszönöm, most nem mondod komolyan, te ilyen kis bénuska vagy, hogy itten ez ez. De én tökéletesen tudlak lögdösni, akkor te miért nem tudsz lögdösődni magad, Tomi? Nehéz ezzel a Krisztiánnal az élet. Az az igazság. Sajnos ilyen ez. Olyan nehéz, srácok, mert egy csomószor bele kell vinnem ilyen duplás megoldást. Ott van Máté zombi, nyugi. Majdnem leestem. Máté, megöltem a zombikat. Nem kell felned. De miért esel le, te szar? A bajnok low, low versenyes bajnok low. A Jimmy Jack király. Who the Jimmy Jack volt király a versenyel? Yeah! És nekünk mindig ezzel, hogy elfoglalom. Jimmy Jack volt a király. Hát mert Jimmy Jacknek ez volt az legutóbbi. Igen, a Jimmy Jack ezt érte el egész életében. A Jonathan az meg már 600 millió harcba volt, egy öreg, kemény lóról beszélünk. Jimmy Jack az meg a kis fiatal senki házi ló. Na és akkor innen kéne valahogy így ívben fölvinni a oda a hullámvasutat. Mit csinálsz? Méke halálra ijeszteni, de barom állat. Megint kidobottam úgy, csak úgy elmondom. Nem tudok leszállni. Meg kidobott. Ezt nem hiszem el. Már csak ennyi, és utána kész vagyunk, srácok. Hú, kész van. Hú, kész van, az agy néz. Tök jó, mit hazudsz? Hogy néz ki? Ez a ez szar. Egy tökéletes. Na, majd építs magadnak, hogyha annyira nagyon ügyes vagy. Na. És yeah. Kész van. És pont kidobtam Krisztián, de béna. Már csak a sineket kell berakni, srácok. Gyorsan. Igen, és itt a nagy lezuhanás. Erre nagyon kíváncsi leszek. Kipróbálod? Igen. Ja, de kéne állomás is, hogy oda fel tudjon menni, hogy elindulj, nem? Kell egy lépcső. Ja, de nem jó lépcső, hülye vagyok. Mert izé. Hát, ilyen scaffolding az. Jó, akkor scaffolding, így. Na, akkor fölmegyek, tedd be a minecartot. Várjál, még nincs kész. Így. És itt a gomb. És ezt kell megnyomni, jó? Hogy elindulj. Jó. Na, várjál. Okay. Na, és akkor nézzük. Jó. Most a Krisztián végig fog menni ezen a hatalmas, királyságos hullámvasúton. Nézzük, hogy teljesít. 3, 2, 1, indulhat! Nem indul el? Ha milyen béna vagy? Nem bírod elindítani? Na várjál, indítom én neked. Yeah! Indulj! Azaz! Wow! Milyen jó az a hullámvasút! Nem megy! Nem kaptál elég izét? Beleakad a blokkba. De nem már, ez milyen szar ez? Nem lehet fölmenni. Beszorultam! Na szállj ki onnan! A béna mindenedet. Ez mit csinált? Ez egy életveszélyes szart csinált, ez a béna Máté, nem is hazudik, srácok, ne higgyetek. Mit csináltál te? Te nem bír építkezni, ez béna. Ez nem visz fel ez a lépcs, vagy ez így. Egyenesen kell fölmenni. Na várj, én is beleülök, azért megpróbálom. Azaz. Gyerünk, na menjünk. Próbáljuk meg, hát nekem működik. Nem jó, nem működik. Francba. Hát, srácok, ez egy béna hullámvasút lesz, de legalább jól néz ki, nem? Működni nem működik. Na? Át kell építeni egyenesre majd. Ja, át kell építeni. Hát, srácok, hogyha szeretnétek, hogy átépítsük úgy, hogy működjen is ez a hullámvasút, mondjuk én úgy terveztem, hogy fog működni, de hát én nem tudtam, hogy az ilyen béna, hát nem is hiszem el komolyan. De amúgy jól néz ki nekem. Ez most erre kell a részt, a béna, ezt nem hiszem. De amúgy tök jól néz ki, gyere, nézzük meg távolról. Igen, tudod, mi fog kijönni jól még? A lila folt a szemed alatt. Megnézem távolról. Én is. Osztorolt, azért távolról jól néz ki, azt ne tagadd le. Hát. Srácok, de király! De hiába néz ki jól, hogy ez szar, és nem működik. Hát amúgy igaz.
Hiába néz ki jól, hogyha szar és nem működik. Úgyhogy lehetséges, hogy nem sokára működni fog. Mint amikor úgy jött meg ja, amikor kiad valaki, vagy egy márka kiad egy telefont, és akkor megveszed, és nem működik. És akarod, hogy működjön? Akkor vegyél meg hozzá 30 ezer forintért egy töltőt, hogy fel tud tölteni. Ez tök olyan. Na de mindegy. Máté, tudom, hogy hogy kell megcsinálni. Na? Tudom. Na tudom, mondjad. Hogy csináljuk meg. Nézd, nagyon egyszerű. Figyeld. Úgy, hogy a izén van föllemenés, a, hogy hívják ott, az egyenes szakaszon, a hosszú szakaszon, és a izére már teljesen fölér, mire jön a kanyar, és akkor ott van a kanyar a egyenesbe, ugyanaz az ív, mint ami a, ami a lóversenypályában, tudod? Uh-huh. Ja, nem hülyeség, nem hülyeség. Lehet, hogy nem mond hülyeséget a Krisztián. Ezt majd megcsináljuk. Egy másik epizódban. Azért még egy dolgot megpróbálok, ha már itt vagyunk, és megépítettük ezt a hullámvasutat. Fölmegyek oda a legtetejére, és lezuhanok. Hát ezt most jól elmondtam. Fölmegyek ide a legtetejére, és leszáguldok a meredek részen. Na nézzük! Jó, és utána beragadok a blogba, ez nem hiszem el. De te mit vártál, föl sem megy a sín a következő blogba? Akkor hogy menjen hát rajta? Hát de basszus, hát mi az, hogy mit vártam? Hát ha oda rakom a szaros sínt, akkor menjen már föl bakkerre, nem? De nem megy föl, hát itt van, nem megy föl a sín, maga nem megy föl, akkor hogy menjen föl a... Izé? Hát de honnan tudjam? Hát valahogy oldják már, meg legyek már ilyen bénák, bakker. Kár, hogy... Kár, hogy laggoltam az egész részbe, mert kár, hogy laggoltam az egész alok. Mit lebegszott a levegőbe? Krisztián, inkább te maradjál csöndben, mert most ez most valami borzasztó az a laggolásod. Srácok, a következő részben nem mást fogunk csinálni, mint újra próbáljuk a raidet! Jó, na ez jó lesz a végén.